valahogy az Úristen úgy vezetett, hogy még falusi lelkész koromban, megtartsa voltam 16 éven át egy Budapest környéki faluban lelkész. A rendszerváltás környékén kezdtem nagyon komolyan foglalkozni a rádió misszióval. Már gyermekként is, ezt hadd meséljem el azért, nagyon izgatott a rádió, és a szüleim szenvedtek, akkor minden rádiót szétszedtem, összeállítani már nem mindig sikerült, de annak idején talán olyan korosztályú, mint én néhány korunk itt már életre emlékszem, hogy volt ilyen, hogy ezermestely folyóirat, és lehetett összerakni egy zsebrádió. Tehát egy esetleges feladat volt, de amikor megszólalt a rádió, az egy legnagyobb élményem volt az én panasz koromnak. Főleg akkor volt izgalmas, amikor én ugye kis gyermek voltam, mégis bizonyos adókat hallgattunk, Szabad Európától kezdve, Amerika hangi egyéb, amiket tudatosan zavartak, és nem véletlenül mondták, a müncheni vagy a washingtoni stúdióban, hogy jó vételt, itt tudták, hogy elvtársak azon dolgoznak, hogy minél több zavaró zövejt csempészenek bele. Na most ez a zavarás ma is létezik, nem így, hogy rádióktok lennének, hanem sokszor bennünk hiányzik az antenna, ami befogadhatóvá tehetné ezt a csodálatos üdvözletet. Na most még egy kicsit azért a személyes életemről, az érintettségről annyit, tehát hogy én a rendszerváltás környékén kerültem kapcsolatba úgy falusi lelkészként a evangélikus rádió misszióval, hogy ezt nem mindenki tudja, főleg a fiatalok nem is tudhatják, mert hiszem, hogy 63-ban még állam voltatok csak, ugye? Még nem értettek a legtöbben. Hát 63-ban indult már egy olyan evangéliumi rádióprogram, amit rövid hullámon Monte Carlo-ból a Transfer Radio hullámosszán sugároztak be a Kárpát-medencébe és szerte Kelet-Európába, amelyet evangélikus lelkészek szerkesztettek, akiknek általában 56 után el kellett hagyniuk az országot, bizonyos okokból, és ők érezték a felelősséget, hogy fontos, hogy az ő hazájukban az evangélium tiszta hangja megszólaljon a rádión keresztül. És akkor bizony nagy művészet volt ott, hogy most 41 méterre jön be, 49-en hol jön be, átkapcsolni, ez egy külön zsonglőrködés volt, aki ért már akkor tudja, hogy mekkora élmény volt, amikor bejött tisztára egy időn legalábbis az adó. És ez azért volt nagyon fontos, mert ezt sem tudhatják a fiatalok, és bocsánat, akkor se nekik elmondom, az idősebbeknek nem újdonság, hogy abban az időben az egyház időnként ugyan néhány percet kapott az úgynevezett tömegtájékoztatási eszközbe, főleg akkor a rádió volt, még aztán később a televízió, de ezt úgy kell elképzelni, hogy az evangélikus fél óra abban az időben, de a többi felekezet is, vasárnap reggel 7-kor kapott 30 percet, amikor egy normális magyar ember otthon alszik, még örül, hogy végre pihenhet. De aki fölkeltse, biztos, hogy nagyon jól jár, tudni, kapott egy olyan félórás konzervet, és ez olyan kulisszatitok, amit nem olyan mindenki tud, ami úgy készült, mert nekem is volt ebben szerencsém, hogy egy hónappal előbb le kellett adni a prédikáció kéziratát az Állami Egyházügyi Hivatal szakértő cenzorainak, akik mindent kegyetlenül kihúztak, ami esetleg olyan volt, hogy nagyon megszólítja az embereket, meg úgy érezték, hogy ebben valami aktuál politikai veszély van. De ez még a kisebbik baj, hogy kihúztak, bele is írtak. Ha nem szerepelt benne eléggé a szocializmusnak és a békének és a békeharcnak és a béketábornak a magasabb rendőrség, akkor beleírták. És ha nem azt olvastad föl, akkor nem került adásba. Hogy akkor úgy készültek ezek a műsorok, hogy ott fölvettük, de 2x15 perc volt. Annyira akkor még nem volt annyira éles a fülem, hogy észrevegyem, hogy a rádiónál nyilvánvaló, hogy kell egy abszolút szigetelés a stúdióba, ami ma már természetes, akkor ott ugye nem tudtuk megoldani. Próbáltam magat képezni, részben Németországba vettem részt, a mobili rádiós kultusokon, de a Magyar Rádiónak egy gyors talpaló kultusán is részt vettem, hogy nyilvánvaló ezt azért tanulni kell, és bizonyos szinten tanulni is lehet, hogy hogyan szólaljunk meg a rádióban. Nagyon-nagyon fontos, igazat mondjunk, és azt érdekessen. Közös nyelv, erre már utaltam, hogy ez is egy közismert tézis, hogy nem az számít, amit mondasz, hanem az, amit hallanak és megértenek belőle. Hangunk lehetőleg olyan legyen, ami a hallgatók nem taszítja. És most az, hogy ne akarjuk lerohanni az embereket, a hallgatókat, hanem próbáljuk megkeresni velük a kapcsoló hangot. Fontos, egy régi rádióvisziós kolléga volt Dékány Bandi bácsi, már nincs közöttünk, de ő írta ezt a mondatot le, hogy a szórakoztató elektronika után, amivel tele vagyunk, a szolgáló elektronikára is szükség van, tehát egy olyan, és ez a keresztény médiumnak a lényege, hogy nem szolgáltatni akar, hanem szolgálni az evangéliummal, és megpróbálni az
embereket úgy elérni, hogy egy tiszta hangot, egy gyógyító hangot, egy evangéliumi hangot kapjanak. Egy forrás körül táncoló három nő alak, ezt a New York-i Central Parkban lehet megcsodálni. Élőben valaki alajánlat, nézze meg, és a könyv nem kevesebbet állít, mint hogy ez a Szent Háromságnak a szimbóluma. A Szent Háromság nem más, mint egy kommunikációs láncolat, egymás kezét fogják ezek az alakok, a forrás körül, és ez egyfajta örömtánc, egy olyan áradása Isten szeretetének, ami a szentélyek és a fiúnak és az atyának a szeretet láncolata. Maga a Szent Háromság, ami egy dogmatikai rejtvény sokak számára, az egy kommunikációs közösség. Az atya kommunikál a fiúval, a fiú az atyával, és a lélek is ezt a kommunikációs vérkeringést segíti napjainkig. És nagyon jó a címe is ennek a könyvnek, örömhirdetés. Mi az örömöt hirdetjük egy olyan világban, ahol 10 hírből 8 vagy 9 általában katasztrófáról szól, és azt szokták mondani, hogy hát igen, a jó hír is hír, de azért rossz hír az emberek inkább elő. Mi hisszük és valljuk, hogy az emberek az öröm hirdetésére várnak, és hát ebben lehetünk mi is munkatársak, fiatalokat különösen is számítunk. Ez jó volt, amit a püspök úr hangsúlyozott, hogy igen, a korszerű technika az közelebb áll hozzátok, de a korszerű technikánál is a legfontosabb, hogy legyen tartalom, legyen értelme bekapcsolni a rádiót, a komputert, mert jó hírek jussanak el hozzánk, amikor valaki így is keresünk. Én nagyon köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy akár szünetben ez a beszélgetés.